Augusztusban ismét a gyerekek foglalták el a Klauzálház színpadát. Ezúttal színes díszletek, bábfigurák és kézzel készített színpadi elemek is helyet kaptak a reflektorfényben. A Művelődési Ház nyári napközis táborában Borbé Krisztina színész és koreográfus vezetésével a bábozás világába nyertek betekintést a kíváncsi táborozók. Koreográfusként és színészként a Turaida Színházban dolgoztam, de a kislányom keresztanyukájának volt egy bábszínháza. És ő mindig csábított, mert csináltunk a színházban egy előadást, Topolcsányi Laurának a Szeméthegyen túl című darabját, és abban az én karakteremnek voltak zokni bábjai. És én imádtam velük bábozni a jeleneten belül, és megkértem Nellit, hogy hagyd próbáljam ki. És csináltunk egy közös előadást, és annyira megszerettem, hogy azóta is minden évben csinálunk új-új előadást a Batyú Színházzal. Nagyon izgalmasan állítottuk össze ezt a hetet. Minden nap egy más mese köré építjük föl a napot. Az első napunk egy tengeri világ köré épült, a mai világ majd egy erdőbe varázsolja őket, a szerdai a népmesék világába fogja, csütörtökön pedig újrahasznosított dolgokból fogunk készíteni, a Szeméthegyen túl című előadást fogjuk megcsinálni, és pénteken pedig az ószt. És ugye a napoknak az a különlegessége, hogy mindig úgy indulunk, hogy megismerkedünk a mesével, meg a bábokkal, utána elmegyünk egy kicsit mozogni, mert ezek általában zenés és táncos bábjátékok, úgyhogy nagyon fontos, hogy milyen karakteresen mozognak a gyerekek. Utána pedig van egy kis pihenő, és a pihenő után meg közben, mert pihenni nem nagyon szeretnek, nem igénylik a pihenést, szoktunk csinálni, készíteni saját bábokat, mindegyiket más anyagból igyekszünk elkészíteni, amiből utána összeállítunk egy saját kis előadást, és a nap végére, minden nap végére lesz egy-egy kis saját meséje a gyerekeknek. A jelentkező gyerekek többsége azzal a célra érkezett a táborba, hogy a színjátszás művészetéről tanuljon még többet. Én nagyon szeretnék felnőtt koromban színész lenni, és arra gondoltam, hogy ha most elvévek ebbe a táborba, akkor ez egy ilyen löketet tud adni ahhoz, hogy vagy felnőtt koromban színész legyek, vagy pedig maradjak itt, és próbáljak más választani. A musicaleket nagyon szeretek énekelni, táncolni. Szeretek előadni így valakiknek, vagy hallgatni is nagyon szeretem. Anyukámmal láttam egyszer kiskoromban a Boribondból egy részletet. Nagyon élveztem akkor is már a előadást, így együtt éreztem a színészekkel, nagyon tetszett, amit csináltak. Már sok bábelőadást meg előadást láttam, és mindig így nagyon-nagyon tetszett, hogy mennyire ügyesek, meg amiket tudnak csinálni, nagyon lekötött mindig is, tehát nagyon-nagyon szerettem őket. Meg sokszor elő szoktam így adni a szüleimnek egy-egy darabot, amit én találok ki, és akkor ezért is nagyon-nagyon tetszett, és úgy van, hogy eljövök ide. Mit élvezel legjobban akkor, amikor előadsz? Hát az, hogy szabad vagyok, nem szabja meg senki, mit mondjak. Én találhatom ki a történetet teljes egészében, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik benne. De néha szoktam már meglévő színdarabokat is, és akkor a szöveget mondom, ami annak a szövege, és mindig is nagyon lekötött, szóval annyira szeretem. Azt is szeretem, amikor igazi színészek játszanak, a bábokat is, tehát mindent, ami így ezzel a színészkedéssel kapcsolatos. Egyszerre a bábot is mozgatják, és közben beszélnek is a hangján. Tehát, hogy mennyire tudnak egyszerre sokfélét csinálni, az nagyon-nagyon tetszik, meg hogy mennyire sokszínűen úgymond meg tudják csinálni az egészet, közben csak bábokkal, és hogy nagyon jó. Szeretem a bábokat, meg szeretem a filmeket. A bábokba bele tudod élni magadat, meg szépek is. Színész akarok lenni. Föltekintek rájuk, benne vannak a tévében, úgy sokkal jobbnak tűnnek, mint más szakma nekem. Habár az idő múlásával a bábjátékok műfaja háttérbe szorult, a gyerekek most is olyannyira fogékonyak a színpadi mesejátékokra, mint az előző generációk. Szerintem az a titka, hogyha én magam is teljesen átélem, és vissza tudok gyerekké változni, akkor magammal tudom őket röpíteni. Legalábbis most ez volt a tapasztalat, mert 9 nagyon kreatív kis gyereket kaptunk, akik mind a díszletépítésben, de még a díszlet kreálásban is, meg az egésznek a kitalációjában nagyon sokat segítenek.